bevásárlásra időről időre, hogy én is rákényszerülök. Egyrészt én megfigyeltem azt, hogy karácsonyra régen úgy ment az ajándékozás, hogy ki minek örülne. Most az, hogy ki mit fog a legnehezebben eladni a Vaterán. Tehát, hogy... Na, ez egy ilyen alapszemlélet. És eljutottunk a fogyasztói társadalomnak egy igen-igen komoly csúcsára, én úgy érzem. Ugye én hát egy jó évvel ezelőtt bevezettem azt, hogy az 1 mm falvastagságú alumíniumból készült fehér botot lecseréltem egyen. Szoktam mondani, ez a városi botom, mert hogy ezzel lehet haladni. Tehát, hogy ugye az ember úgy megpörgeti megfelelő magasságba, és onnétól kezdve nyílik a... Négyes hatosom volt ilyen, mögöttem állt egy ilyen, hát nálam jó másfél fejjel alacsonyabb fiatal hölgy. Szóval úristen, következő megállónál leszállnék, de nem fog menni. Mondom, tessék beállni mögém, menni fog így el. Tehát, csak kapaszkodjon. Simán, én is ott szálltam le, úgyhogy ez megoldható volt. Na hát ugye én most már ezzel közlekedem, és metroállomás, Nagy Pláza, nem mondunk nevet, mert reklámértéke lenne, már pedig nem érdemli meg, egyik sem. Én haladok, és a lépcsőn jött fölfelé valaki, telefonba közép hangerőn, egy középkori úri ember sorolta a bevásárló listát. Otthonról megkapta a vezénylést ő is, hogy mit kell hazaszállítani. Jött. Na most egy ilyen alap dolog, hogy ha telefonálunk, nem figyelünk. Tehát, hogy én igazából ezt nem is értem, hogy szemmel telefonál, vagy mit csinál, tehát, hogy ilyenkor bezárkózik, előre sem néz. Jött, megjött a találkozó, én állva maradtam, ő nem. Beletekeredett a botba, elröpült, telefonba kapaszkodott, mert ugye a lényegnek meg kellett lenni, és az aluljáró lépcső tetején jobbra-balra mi van? Kuka. Azt ő magával ragadta, csak hogy azért mégsem menjen üres kézzel, és mindeközben, amíg végig gurult egy fél menetet a kukával, zavartalanul folytatta a bevásárló listát. Nem lehetett kizökkenteni még véletlenül sem. Szóval én is időről időre különböző vásárlásra kényszerülök, és ugye ez egyfajta bizalmat feltételez. Tehát ki kell alakuljon valami bizalmi viszony, rendszerint ugyanazokhoz a kereskedőkhöz járok vissza, akik legkevesebb szer vágtak addig át. Tehát, hogy ez szerintem mindannyian így vagyunk, ugye viszont jön az ismerkedés rész az elején. Tehát amikor lemegyek a piacra, ugye mindig ez a kérdezik a gyakorló ruhát. Hát valaki menjen le bekötött szemmel a piacra a guriszatyrok közé, jöjjön ki élve és mindent megért. Ugye, tehát amikor így lehalad az ember, és piacon ugye ki hogyan tájékozódik, tehát nyilván mondják vakra, hogy aki a kezében lát, hát azért ez a zöldségesnél néha probléma. Tehát ugye amikor megállok, és éppen sor van, csak azt látja, hogy én valami fölé hajolok, mi történik? Ne fogdossa az árut! Valahol jogos, mondtam, hogy semmi probléma, igazából én csak próbálom megnézni, mert levesbe keresek sárgarépát, de hát ha ez így probléma, semmi gond, tovább megyek olyan helyre, viszem a fizető erőmet, ahol erre szükség van. Elindulok, előkerül a bot, rögtön jön ugye a lelkiismeret furdalást, én addigra már elhaladtam, az úri ember, zöldséges úri ember, utánam kiabál, hogy jó, jöjjön vissza, megfoghatja a répámat. Nem mondom. Köszönöm, most már nem szeretném, azt mondja, de nyugodtan magának lehet, a többieknek nem engedem meg. Ugye ez már egy bizalmi viszony a maga nemében, úgyhogy aztán lehorgonyoztam olyan helyen, ahol nem szóltak azért, ha megfogtam a répáját, tehát hogy állandóan ilyen helyre. Ugye a másik a hentes, tehát hogy nem tudom ki az, aki kért már mondjuk 30 centi marhacombot. Nem, ez megvan? Tehát, hogy bármit kérsz, mit mond rá? Picit hosszabb. Hogy húzdek az, hogy lesz picit hosszabb, az igazából nem értem, mert nem, de mondjuk annyi méteres kolbász között nem csodálom, hogy kisebbségi komplexusa van egy idő után. Tehát egy otthonról kompenzál szerintem, vagy az a Józsiká, amikor mondja az, hogy kellene egy ilyen 25 centi kolbász, picit rövidebb elég lesz, tehát hogy... Ugye boltban meg minden picit hosszabb, hát maradhat. Isten őriz, csak vigyék el innét, ne lássuk. És ugye a nagy kedvencem szintén, ugye ösztön, tehát nyilván kisebbségben vagyunk mi is, és hát ilyen ösztön, amikor mondom, hogy keresnék trapista sajtot. Ebből jó lesz? Kettőnk között ott az üvegpultban, hát mondom, nem tudom, megfogdosnám. Az egy ennyi ember előtt. Hát mondom, annyira még nem fiatal csókolom, tehát hogy... Én meg egy picikét válogatós vagyok. Multiba, ahol bejutok, ugye ott van egy ilyen, hogy megakasztom a sort. Tehát a kassa felől megyek be, onnétól kezdve már ugye érzékelik, hogy zavar van a rendszerbe, visszafelé jön a légbuborék, tehát ugye nem hagyományos úton megy a kör. Elindul a riadólánc, pénztáros kiszúrja, bekiabál hátra, azt mondja, Era, Era gyere ki! Kijön raktárajtóig. Mondjad! Van itt egy... Kellene... Te én ezt nem tudom elmondani, gyere közelebb!
Na, ilyenkor szokott jönni, amikor kikiabálok mögül, hogy csókolom, nekem kellene segítség, nem lesz túl sok tételem. Eddigre ő már kijött a bolt közepéig, érzékelt, hogy neki valami dolgozni is kellene, úgyhogy mindjárt passzolja tovább a feladatot, átkiabál ugye a biztőrnek, hogy Kálmán, menjél, légy szíves, segítsél. Kálmán megindul, ugye már hárman foglalkoznak velem, de még nem jutottunk közelebb a célhoz. Középúton kiszúrja Kálmán, hogy ott van még egy kolléga. Szóval, Laci, te közelebb vagy, menjél már. Közben születik egy gondolat hátul, ugye, erre a részéről, aki utána kiabál, Kálmán, várjál, nem érek rá, segítek. Én még egy sorra nem jutottam beljebb, de már négyen dolgoznak a kérdéskörön. Úgyhogy ugye igyekszem időről időre magammal vinni úgy kísérőt. Volt, én elmentem. Ugye egy idő után megszokjuk azt, hogy körülbelül mi hol van a következő akcióig. Mert ugye akkor már átrendezik a boltot, tehát hogy így... Mondjuk engem nem fenyeget az impulzív vásárlás veszélye. Tehát, hogy nem, nincs ez a meglátni és megszeretni. Szintű történet. Szóval így vittem magammal embert, 100 forintos jellegű bolt, kicsi karton dobozos termékek, tehát keresek, ugye ilyen szögletes, magas doboz, srác, aki eljött velem, gyengéllátó. A nagybetűs feliratot el tudja olvasni, a többit nem. Mondom, itt szoktak lenni, megfogtam a dobozt, kezébe adom, hogy te, olvasd már, ez milyen, te, hogy olvasd, azt mondom, 8 bordás. Nem mondom, olajradiátornak elég kicsi. Teában meg nincs ilyen, úgyhogy akkor tegyük vissza. Tehát, hogy akkor ez egy másik soron lesz, és ugye jön egy 2,5 órás vadászat. Ilyenkor szokott az jönni, amikor megpróbálok keríteni egy kollégát, olyat, aki minimális helyismerettel rendelkezik. De elég gyakran van, mikor kijön, és mondom neki, hogy hát keresnék közepes szemű fél kiló zappejhet. Az mi a franc? Hű, mondom, várjál, ez időigényes lesz, aztán odaérünk a sorhoz, szóval melyiket, a kék vagy a sárga csomagot szoktad vinni? Hát mondom... Egyelőre nem, megnézem közelebbről, várjál. Hát, ha ez működni fog. Tehát ugye ez annyira ott van, belejött már az online vásárlás is. Nagyon nagy kedvencem, ugye a telefonon szoktam érdeklődni, ha nincsen részletes műszaki leírás. És aranyos, mikor mindig megkérdezik, hogy a képek nem elég beszédesek-e. Hát mondom, nem mesélnek. Tehát, hogy azért nem vagyunk ilyenre felkészülve sok esetben. Na, általában ezen túljutok, és egyik alkalommal egy multinál jártam úgy, kaptam egy fiatal, tényleg 20 éves aranyos kislány jött végig, volt helyismerete, mindent megtalált elsőre, és kivételesen nem véleményezte azt, amit veszek. Tehát ez a másik kedvenc, amikor így nézi, te ezt veszed, tudod te, mi van benne? Hát van 2 éve, illetve most már 3 egy lisztérzékenységem, úgyhogy én abszolút tudom, mert föl kell velük szegényekkel olvastatnom ugye minden összetételt. Ugye ez a tipikus, amikor a szalámira is így rá van írva, hogy nyomokban tejet, tojás, glutént és eltűnt mafiózókat tartalmazhat. Tehát, hogy ebbe azért, hogy minden ott van. Na, végigértünk szépen a sorokon, már beállunk a kasszához. Mondom neki, hogy aranyom, egyetlen tételem volna még egy 12 darabos óvszer. Azt mondja, várja, az 2 kasszával arrébb van, mindjárt jövök. Jobbra el, átfurakodott a 2 soron, eltelik egy 1/2 perc. Azt mondja, te! Éreztem, hogy ez nekem szól. Nem én voltam az egyetlen, akinek ezt éreztem, mert a futószalagon megálltak a tejfölök. Azt mondja, íze, színe, mintája, milyen legyen? Nénikék nem vettek le több rist a polcról, tehát ugye egy kicsit megakadt a folyamat. Hát mondom, nekem konkrétan mindegy. Ugye a vevőkörnyezet a vásárlás szándékával abszolút egyetértett ezen a ponton, mert aki ilyen igénytelen barom, az ne szaporodjon. Tehát, hogy... Idáig jók vagyunk, azt mondja, nem mindegy, nagyok a különbségek, felolvassam, mik vannak. Hát mondom magamban, mind az összes fajtát végigolvassa, kijön az üzletvezető, hogy miért nem dolgoznak a pénztárgépek. Valamivel el kellett terelni innétől kezdve a figyelmet, hát toljuk át őre a felelősséget. És visszaszóltam, tudod mit, rád bízom, válasz ízlésed szerint. Ugye, és ő neki azzal vissza kellett jönni ugyanazon a két soron, amint távozott, onnétól kezdve már az volt az érdekes, hogy vajon melyiket választotta. Ez ugyanez, ugye, amikor megyek végig a parkolóba, nem tudom, ki volt az, aki kitalálta, hogy ne vezessen egyetlen egy rendes járda sem, hanem ugye egy nagy parkolótér közepére rakjuk be a különböző üzletközpontokat, és ugye én megyek így végig, nagyon aranyos, amikor így jön oda ember, hogy bemenne? Nem mondom, parkolóhelyet keresek, kocsit kihagytam az útszélén, nem mertem vele manőverezni. Bár teszem hozzá, én csináltam már olyat, sötétben ismerőssel, amikor konkrétan úgy álltunk be, hogy én kiszálltam, ő ment lassan, és én szépen néztem mögötte az utat, hogy még elfér az oszlop mellett.
Úgyhogy ez egy működő, létező koncepció tud lenni. Szóval ezzel nagyon-nagyon kell vigyázni. Szoktam mondani minden alkalommal, amikor az emberek megszólítanak, hogy hülye kérdés nincs, de hát azért mégis. Nem? Tehát, hogy azért mindig van, és zárásként egy ilyen nagy kedvencemet hoztam, ez nem olyan rég volt. Ugye nagyon sokan úgy jönnek oda segíteni, hogy megyek fölfelé vagy lefelé egy lépcsőn, oda jön a lépcsősor közepén, ha jöjjön segítek, lejön velem az aljáig, vagy épp a tetejéig, azt mondja, innen akkor már megy, ugye? Azon gondolkodom, hogy egyenes lépcsőn hol lehet eltévedni, tehát, hogy... Ezt még beállással együtt sem sikerült még megoldani, pedig hát ugye azért vannak azok a szintek. Na és múltkor metróba megyek, nagyon-nagyon aranyos utastárs így odajön, azt mondja, fiatalember, félúton jártunk a lépcsőn, tudja, hol a vége? Nem mondom, csókolom. A mozgó lépcső olyan, mint az EKG. Amint kiegyenesedik, vége van. Köszönöm a figyelmet, további jó szórakozást kívánok mindenkinek!